Ferencváros hozza el az első bulit. Na nézzük, 2-1-ben jöhet a Ferencváros, Kulmalá. Kulmalá ellövi, Rinne, és becsorog! Nem csorog be, mert bele kellett még ütni ebbe a korongba egyet, de így megvan a Ferencváros előnye. Talán Rinne is azt hitte, hogy ez meg lesz, mozdulni nem nagyon, mert nem akarta besodorni a korongot a kapuba. Turbuc volt, aki még belepiszkált. Megvan a 9. gólja Turbucnak a szezonban. Hoppá, és itt a második. Ez most egy bombagól. Hát gyorsan gólra gólt rül a Ferencváros. Ráadásul egy nem akármilyen találat ez. Banga Nándor is meglői a maga találatát. Ez a harmadik találata a szezonban, de egy milyen szép gól. Ott tehát minden gól a második 20 percben esett. Laporte kivár, és gól ez is! Beindult a Ferencváros, és Laporte góljával már 3-0-ás előnyben Fodor Szabolcs együttese, és ez is egy nagyszerű megoldás. Laporte egyébként a Gyergyószent Miklóson lejátszott mérkőzésen 2 góllal zárt. Nem talált. Nagy Gergő. El lehet vállalni. Akkúvas, és ott van a gól. Remek volt Márva lövése. És így már 4-0-ra vezet a Ferencváros. Haranen. Császár tovább passzolja. Haranen is tovább teszi, és ott a szépítés. Nagyon-nagyon gyorsan ezt az előnyét, ezt az ember előnyét gólra váltja. Gyergyó 9 másodperc telt csak el Márva kiállításából. Rögtön jön Bodó találata. 17. gólja ez Krisz Bodónak az Erste Liga aktuális kiírásában. Azért elég sokat kiadott magából Szilasi Zoltán együttese. Ennek ellenére ennek nem mindig volt gólokban mérhető eredménye, most van. 5 perccel a vége előtt 4-2. Születésnapos Sárpád ki felköszönti magát a 29. születésnapja alkalmából. És ez még érdekessé teheti a mérkőzést. Jalonen. Fél perc. Hoppá! Gól! Üres kapus találattal tesz pontot a mérkőzés végére a Ferencváros. A két csapatra, ahogy már említettem, idén még egy-egy mérkőzés vár. A Ferencváros holnap Debrecenben, a Gyergyószent Miklós pedig egy nappal később, december 30-án a Diósgyőr otthonában lép pályára. Aztán az Erste Liga pedig folytatódik majd januárban.